Mondta a Szabad Egyetemnek, gyakorlatilag ez az első kiírása. Ezen a hétvégén 4 erdélyi városban tartanak másfélnapos képzéssorozatot, de április végéig összesen 20 helyszínen, 5 hétvégén alkalmanként 50 jelölt vehet majd részt a Szabad Egyetem előadásain. Nyilván ez egy hosszabb távú folyamat, most gyakorlatilag a választások előtt azt szeretnénk, hogyha a néppárt jelöltjei alapszintű képzést kapnának, arról, hogy mi az, hogy önkormányzati munka, mi az, hogy kampány, politikai kommunikáció, és gyakorlatilag olyan felkért előadókat vontunk be a programba, akik ezeken a területeken tudnak eligazítást nyújtani. Terveik szerint mintegy 1000 jelölt kaphat ilyen képzést. Úgy igyekezzünk majd kiválogatni ezeket az embereket, hogy területileg is egész Erdélyt lefedjék ott, ahol a néppárt vagy önállóan akar indulni, vagy pedig éppen együttműködésben valamelyik másik magyar párttal. És ezt a tudást, amit itt megkapnak, már ebben a kampányban hasznosítani kellene. A Közszolgálati Szabad Egyetem egyébként a választások után mindazok előtt nyitva áll majd, akik közéleti szerepet kívánnak vállalni.